I watched you in your tragic beauty walk beneath my window. Eyes aimed high but unfocused. You never noticed me. You always wore the same dress, always bore the same expression. It's a loveless world, so what's the point of looking? Let it be. December 1-én vasárnap szíveket átmelengető rendezvénnyel vette kezdetét a Derecskei Advent nevet kapott karácsonyváró programsorozat. Az ünnepi fényekbe öltözött régi főtér ragyogásához méltón megszépült templom belsőben összegyűlt több száz derecskei gyerek és felnőtt többsége nem csak kitárt lelkű befogadóként, hanem átszellemült előadóként is részese volt az adventi koncert zenei eseményeinek. A Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar nyitó darabja után Varga Zoltán, városunk református lelkipásztora köszöntötte az egybegyűlteket az immár 27. adventi hangversenyen, és osztotta meg velük ünnepi gondolatait. Őt Bordán Szabolcs, Derecske polgármestere követte, aki beszédében kiemelte: hatalmas büszkeségre ad okot, hogy az ünnepi hangverseny előadói olyan derecskei gyerekek, fiatal és idős felnőttek, akik saját közösségükben, saját tehetségük, elhivatottságuk által vezérelve ünneplik saját adventjüket. Tisztelt jelenlétünk! Szeretettel köszöntök mindenkit a 27. adventi hangversenyünkön. Magam is meglepődtem, hogy ismét adventbe léptünk, és lángjelünk eszembe,
gyermekkorunkban valahol másképp tervezünk időt. Ha valamire vágytunk, játékra, ruhára, szüleink nem vittek azonnal a boltba, nem vásárolták meg azonnal, hanem nem tudtak bennünket látni, vágyakozni. Majd azt megjavul, megteszünk. És mi elkezdtük számolni a napokat, hányat kell még aludni, mikor érkezik meg a vállalát, a járunk. Ma persze egy másik világban élünk. A fogyasztói társadalom felgyorsult mindenkétiságban. Azonban advent van, advent azt jelenti, eljövetel. Újra meg kell tudnunk várni, várjózni. A karácsony érkezik el hozzánk, vagy mi érkezünk el a karácsonyhoz? Azt mondom, egyszer mind a két igazság megállapodni. A karácsony jön hozzá. A testvérek ügyet. Isten készülött fia, nagyban tesznek életünk. Nem életem, hogy a valós hiányzat egy testvérek. Miért egyszer jászolnak még királya? Visszasítsz az éhes barikát. Zenkedtél, rendkedtél, angyalokhoz, mégis is sírulász állatokhoz. Nagyban tette meg az békiája, a bennemén mászorgatsúly. De nekünk is csak kell tenni, hogy elérkezünk a karácsonyhoz. Egy belső utat, egy advent utat, a várakozás, a vágyakozás. Meg kell tanulni, hogy kicsit lassabban járni, elcsendesedni, több rengeni gondolkodni. A zene nagy segítséget tett. Zolán nyilatkozta valahol, a zene ritmusa az időről szól. Hiszen a ritmus nem más, mint az időműködése. A zene ritmusa az időről szól. Engedjük ma este, hogy elmutasson, hogy elcsendesítsen, hogy karácsonyra készüljön. Kívánok mindenkinek tartalmas szolgálkozást. És most elkérem Madár Szabolcsa felelősségi polgármesterét, köszöntse az együtteket, és nyújtsanak az első ünnepet. Kedves Derecskei ünnepáló közönség, kedves tanyán! Advent első vasárnapja van. 4 hét választ el bennünket a karácsonytól, szentestétől, amikor csendben, békében otthon együtt ülnek a nők. Most azonban még a várakozás idejét éljük, és boldog vagyok, hogy mindezt közösen tesszük együtt, most itt a református templom falai között. Ismét egy esztendő végére érünk, a város ünnepi arcának. Hamarosan a születést ünnepeljük, a megváltó eljövetelét. 4 héten át fényesítjük a lelkünket, és közösen eltöltött percekkel is hirdetjük, nem elég az összetartozás és a szeretet fontosságáról beszélni. Tenni kell érte, és mi Derecskeiek teszünk is, mert a szívünk jó, és mert szeretet köti össze az itt élő családokat, szűkebb és tágabb közösségeket is. Ma egy ünnepi hangversenyre szólt a meghívó. Amikor megkaptam, el is gondolkoztam azon, milyen rohanó, feladatokkal teli napok vannak mögöttem. De mindenünk. Hiszen helyt kell állnunk az élet minden területén, és milyen jó, hogy vannak ezek a megállásra szólító pillanatok, mint a mostani is, amikor olyan közösségben lehetünk, ahol mindenkit ismerünk, és ahol helyiek adnak megnyugtató, az ünnepre hangoló impulzus számunkra. Igen, a helyi mindig értő, amit mi képviselünk, mi állítunk elő, ami átolunk belőle. Ha ezt felismerjük, akkor életképes marad a településünk, akkor fenntartható a kötődés, a ragaszkodás. Nincs szükségünk sztárokra, gigantikus rendezvényekre, de még szavakra sem ahhoz, hogy képesek legyünk jól érezni magunkat Derecskén. Egyszerűen csak meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Most kedves megjelent Derecskén ünnepáról, amit most látni és hallani fogunk, az a miénk. A mi iskolánk, a mi gyerekeink, miénk azok, akik fellépnek ezen a délután. És miénk lesz az élmény, amit hazaviszünk majd magunkat. Én kérem neked, hogy még 2019-ben, úgy az eljövendő esztendőkben is szeressék ezt a várost, az otthonunkat. Éljük meg közösen a szép pillanatot, legyünk egy közösség.
mert az élet egy pillanat alatt elszáll, most kell tartalmasság. Olyan tartalmat adni neki, amit hamarosan megmutatnak majd a gyerekeknek. Köszönöm én. Át is adom nekik a képzeletbeli színpadot, hallgassuk műsorokat azzal az odaadással, ahogy ők és felkészítők elmondják nekünk. Boldog, békés adventet kívánok mindenkinek. Ezután a muzsika hangjai vették át az ünnepi szavak szerepét. Kezdetét vette a templom különböző területéről egymást követően felhangzó dalok, zeneművek áradása. A művészeti iskola hangszeres tanulói és tanárai mellett a Mátra Derecskei Csellótábor zenekara, a Jó Barátok Nyugdíjas Klub és a Kék Káló Citera zenekar egy-egy lélekemelő előadással járult hozzá a közös élményhez, a derecskeiek közösségének méltóságteljes karácsonyváró ünnepéhez, amely már hagyományosan a Csendes Éj együttes eléneklésével zárult. Oh,
Thank you.
Jövel Advent egy királya,
ház, fényes az ég, nem kell lámpát, verje, verje, citerát, meg Jézusnak szép nótát, verje, verje, citerát, meg Jézusnak szép nótát. A kis Jézus arany alma, boldogságos szűz az anyja, kék kezével ápolja, lábaival ringatja. Kék kezével ápolja, lábaival ringatja. Mikor Máriához az Isten angyala Isten szép leánya, Jákintól származok, Ádám unokája. Az Éva asszonynak legtisztább rajzatja, álom veszélyének megújult virága. Téged az Úristen legjobban szeretett, sok embertek közül magának. Thank you.
Fiát, halad, nyálad, halad, nyálad.
titeket, a jó barátok, Nikias úr, Ilyen korának tagjait, Kékháló, Csikára zenekar tagjait, valamint a tanárikat, várjuk szeretettel vissza a lelkész hivatalba.